Páti István képviselő úr, parancsoljon képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Akkor én szeretném ismerhetni, hogy a Mi Hazánk Mozgalom miért nem tartja elfogadhatónak ezt a költségvetési törvényjavaslatot. Hosszan sorolhatnám a jóval az időkeretemen túl is ezeket az indokokat. Menjünk vissza egy kicsit mélyebben az okok feltárásához és a jelenlegi gazdasági helyzet feltárásához. Egyrészt a Mi Hazánk meglehetősen felelőtlennek tartja azt a hozzáállást, hogy az október 15-i határidő előtt ennyire korábban nyújtják be ezt a javaslatot önmagában, normál üzemmódban, békeidőben, normális gazdasági viszonyok közepette. Sem biztos, hogy előremutató mondjuk május végén vagy június közepén költségvetést tárgyalni, következő évi költségvetést tárgyalni, de jelen helyzetben, amikor csak a bizonytalansági tényezők száma növekszik szinte napról napra, egyenesen felelőtlenségnek tartjuk. Következésképpen kódolva van ebben a javaslatban, hogy többször kell majd módosítani, akár egyébként a hiánycéllal kapcsolatos meghatározásokat, a tervezett infláció mértékét és egyéb fontosabb paramétereket vagy sarokszámokat is. Hallottam itt a délelőtt folyamán Banai államtitkár úrtól, hogy milyen jó az, hogy a hitelminősítőknél, talán kivétel nélkül Magyarországot a befektetésre ajánlott kategóriába sorolják, befektetésre ajánlják. Nagyon érdekes a hozzáállásuk, hiszen jól emlékszem arra, hogy a 2010 és 14 közötti időszakban, amikor sorozatban leminősítéseket kapott az ország, akkor önök pontosan arra hivatkoztak, hogy nehogy már külföldön mondják meg ezt is, hogy a magyar gazdaság milyen állapotban van, milyen mutatókkal rendelkezik, majd önök ugyanúgy, mint mindent, ezt is sokkal jobban tudják, és teljesen mindegy, abszolút nem számít, hogy a hitelminősítők mit mondanak. Amikor negatív véleményt fogalmaztak meg, akkor önök így minősítették a hitelminősítőket. Amikor pedig a hitelminősítők önök számára kedvező, az önök szívének, fülének kedves szavakat mondanak, akkor rögtön erős hivatkozás alapként jönnek be ezzel a idei költségvetési vitába is. Meglehetősen furcsa és ellentmondásos hozzáállás ez, tisztelt kormánypárti képviselők. Vannak azonban ettől jóval nagyobb gondjaink. Az egyik, hogy azt hiszem kimondhatjuk itt a sok handamandázás, meg mellébeszélés, meg mézesmázos felszólalás után, hogy minimum még egy évig nem lesznek uniós költségvetési pénzek. Nem fogja az ország sajnos megkapni a Fidesz és a baloldal, vagy a balliberális oldal harca vagy háborúja miatt nem fogja megkapni a fejlesztési pénzeket. Adja jóisten, hogy tévedjek. Nem vagyok ellendrukker, és a Mi Hazánk sem tartozik az ellendrukker pártok körébe, de egyszerű politikai logikából kiindul, ez könnyen megindokolható. Körülbelül egy év múlva kerül sor az EP és az önkormányzati választásokra. A balliberális oldal, akár a nemzetközi, akár a hazai, valószínűleg úgy gondolkodik, hogy megpróbálja kiéheztetni a várban lévőket, és minél több bástyát, főleg vidéki nagyvárost, vagy akár kisebb várost, 10 000 fölötti várost elvenni a Fidesztől, minél több polgármester delegálni oda, ha az elégedetlenség, akár egyébként a nagyobb részt önöknek köszönhető infláció miatt, akár az uniós fejlesztési lehetőségek elmaradása miatt nagy lesz. Ha bejön még egy kemény tél, nem sikerül megfékezni az élelmiszerinflációt, és még a villany és gázárak is növekednek, akkor bizony önök az uniós költségvetési források visszatartásával együtt, ezek kumulált hatásaként több helyen akár nehéz helyzetbe is kerülhetnek. Véleményem szerint a baloldal valahogy így gondolkodik, hiszen pontosan emlékszik arra a hazai baloldal, hogy az önök kétharmada 2006 őszi önkormányzati választásokkal kezdődött. Amikor az összödi beszéd két héttel a választások előtt nyilvánosságra került, nagyon sok, nem csak nagy, hanem kisvárosban is ez megfordította a közhangulatot, és ezt próbálja valahogy most a baloldal önök ellen fordítva a 2024-es önkormányzati választásokon a maga javára megismételni, gondolván, hogy esetleg a 2026-os parlamenti választásokra jóval nagyobb esélyekkel fut neki, mint a megelőző 4 országgyűlési választáson bármikor. Éppen ezért nagy összegben mernék rá fogadni, hogy legalább még egy évig fejlesztési forrásokat nem fog kapni az ország. Egyébként nem más, mint Nagy Márton miniszter úr meg is erősítette ezt a feltételezésemet, vagy feltételezésünket. Ugye azt mondta, hogy az országnak fel kell készülni az uniós források nélküli létre. Ez meglehetősen szomorú, és a Mi Hazánk szerint innentől kezdve az megfontolást érdemel, hogy akkor vajon azt a 700-800 milliárd forint közötti befizetést nem önöknek, a magyar embereknek,
kötelessége teljesíteni, kötelessége vállalni. Persze rögtön tovább vezetve a gondolatot, akkor annak milyen következményei lesznek, hogyha az akkor befizetések nem történnek meg, de ha nem kapja meg az ország a forrásokat, akkor vajon magunkra nézve kötelezőnek kell elismerni azt a 700-800 milliárd forintot, amelyet akár pedagógus béremelésre, vagy esetleg egy különböző fejlesztésekre is el lehetne költeni. Jelenállás szerint, hogy mondjak némi jó hírt is, az agrárforrások, az agráriumot érintő források még érkeznek. Én nagyon remélem, hogy ez így is marad, hiszen amennyiben az Unió az agrárium különböző jogcímeihez tartozó pénzeket sem fizeti ki, akkor alapjaiban kérdőjelezhető meg, hogy mennyi értelme van még Magyarország uniós tagságának. Bár egyébként, hogyha önök a kínai hitelek feltételeként és a kínai, az uniós források helyett a kínai, sajnos jól is hitel alapú források feltételeként szereplő akkumulátorgyárak helyett élelmiszer feldolgozóipart erőltetnének, és olyan felvásárlási környezetet teremtenének meg, hogy a magyar parasztemberek, különösen a kis és közepes családi gazdaságok verejtékes munkájának gyümölcsét nem a kereskedő maffia fölözné le, magyarul normális, egy szóval normális felvásárlási árak lennének ebben az országban, akkor egyébként jóval kisebb lenne a kitettségünk és a függésünk az uniós források irányába. Hiszen valljuk be őszintén, tisztelt képviselőtársaim, bármennyire is ügyesek a magyar parasztgazdák, leleményesek, komoly szellemi és fizikai munkát végeznek, az esetek jelentős részében, ha nem lennének az uniós források, a legfinomabban szólva is napi finanszírozási, megélhetési gazdasági gondjaik lennének. És ez nem az ő hibájuk, hiszen ők szívüket, lelküket kiteszik, termelnek, gazdálkodnak tisztességgel, becsülettel, egész egyszerűen azokból a felvásárlás árakból, ilyen rezsiköltségek mellett, ilyen inputanyagárak mellett, amelyek mondjuk a lengyel gazdákéhoz képest háromszorosába vagy négyszeresébe kerülnek, nem lehet versenyképesen termelni, sőt túlélni sem. Ez is stratégiai hiba, a költségvetésben sajnos semmilyen fordulatot nem látunk, a Mi Hazánk mozgalom szerint élelmiszerfeldolgozóipart kellene építeni, önök szerint meg akkumulátorgyárakat, meg a német autóipart erősíteni. Gyakorlatilag az ország költségvetése, költségvetés egyensúlya nagy részt ki van téve Brüsszelnek, Németországnak és Pekingnek. Úgy gondolom, hogy ez nagyon távol áll az igazi nemzeti keresztény konzervatív függetlenségre és önállóságra törekvő gondolkodástól vagy értékrendtől. Na de hát jelen pillanatban ilyen koordináta rendszerben, ilyen nehézségek között kell megtervezni ezt a költségvetést, és szeretném jelezni, hogy várnék már beismerő vallomást, vagy várnék már olyan mondatokat önöktől, tisztelt kormánypárti képviselők, hogy valamiben felelősséget éreznek, felelősséget viselnek, felelősséget vállalnak, hiszen az mégsem minden nehézség, és politikai aktamunk ellenére azért mégsem lehet mindig a külső körülményekre hivatkozni. Hiszen önöknek mégiscsak volt a 2024-es költségvetési törvényjavaslat beterjesztés előtt több mint egy évtizedük arra, hogy egyrészt élelmiszerfeldolgozóipart teremtsenek meg, hogy önálló magyar nemzetgazdaságot hozzanak létre, hogy ne csak egy szűk kivételezetti vállalkozói kört erősítsenek meg, hanem a mikro- és kisvállalkozói kört is jelentősen föltőkésítsék, legális módon gondolom ezt. És akkor tényleg válságálló lenne mondjuk a magyar gazdaság. De így, hogy néhány kiemelt vállalkozó vagy vállalkozás, nagyjából két kezünkön meg tudjuk számolni, kapott csak jelentős segítséget az elmúlt 12 évben, értelemszerűen nagyon gyengék a mutatóink és nagyon gyengék a lehetőségeink. Önök szerint ez a védelem költségvetése, szerintünk pedig a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság költségvetése ez, amelyet borítékolom több alkalommal kell majd a következő időszakban, bizonyára még ebben a naptár évben is majd módosítani. Az, hogy önök milyen inflációval számoltak a tavaly a 2023-as költségvetési javaslatban, azt jól tudjuk, hogy mennyire mellélődtek. Önök azt gondolták, hogy majd 3-4%-os infláció lesz, nézzék meg, januárban 25,7 volt, februárban 25,4, márciusban 25,2, áprilisban 24,7 és májusban 21,5. Hát ez nagyon messze van attól, ami a 3%-tól nagyon messze van a csak képviselő úr. Az én matematikai ismereteim szerint még a 21 is a 7-szerese a 3%-nak, tehát mondjuk ez a nem talált, nem süllyedt kategória is, és nagyon komoly alultervezést mutat. Az élelmiszer infláció még januárban 44% volt, de májusban is 33,5%-ot látunk.
Úgyhogy rendkívül aggasztóak ezek a mutatók. Én azt javasolom önöknek nagy tisztelettel, hogy hasát önöket az a bölcsesség, mint Lázár miniszter volt az építési beruházások rendjéről szóló törvényjavaslat kapcsán, és halasszuk el ennek a vitáját, és térjünk erre vissza rá majd a kora ősz vagy az ősz közepe tájékán, bőven rájövünk akkor is elfogadni a költségvetési törvényjavaslatot, ugyanis ez így ebben a formában a nagyon gyenge szakmai minőséget is épp hogy csak megüti. Köszönöm szépen!